Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi van vele? Ez a felvétel egy személyes jóslás Miradá részére. Kedves Miradá, üdvözöllek téged. Te úgy gondolod, hogy megsértetted őt, emiatt most visszahúzódó, és a kérdés az, hogyan tovább, mi van vele. Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kártya mutatja az ő érzelmeit. Itt, ezen a képen látható egy királynő. És ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. Mutatja a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket, de azt is, hogy ez a királynő néha feléget maga mögött valamit, lezárja a múltat, vagy játszik a tűzzel. És ki ez a királynő? Te vagy ez a királynő, és így érez veled kapcsolatban. Amit még ez a kártya jelent, a te büszke királynői tartásodat, és ő így lát téged. Most megtekintjük az ő gondolatait. Ez a fiatal fiú átnyújtja számára ezt az érmét. Ennek van egy szimbolikus jelentése. Mutatja az időt, hogy hamarosan jelentkezni fog nálad, mert ő ezt tervezi, és ez az érem utal reális dolgokra. Amit még ez a fiú, ez a fiatal férfi jelent, hogy ő most kis lépéseket tesz, nem fogja elsietni a dolgokat. Ami nála a középpontban áll, azt mutatja ez az érem. Nem csak az anyagiak, hanem a belső értékek is. Te értékes vagy számára, ezt ő kimondja, de nem fogja eltúlozni. Amit még jelent, hogy szeretné azt, ha te is értékelnéd őt. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy milyen lesz a kommunikáció kettőtök között. Ezen a képen látható a sorsút, az életkerék, az mindig abban az irányban mozog, ahova mi tekintünk. És ő keresni fogja veled a kapcsolatot, mert ő hisz abban, hogy a sors utatok kereszteződött. És itt van egy isteni hatalom is, hogy összehozott benneteket. A következő képen azt fogjuk látni, hogy mi várható a szerelmi élet területén, vagy hogy mutatja ki az érzelmeit. Ez a bot utal a tűz elemére, a bátorságra, a lelkesedésre, de a szenvedélyekre is, tehát egy testi kapcsolatra. Ő a kezébe veszi a dolgokat, és aktív lesz irányodban. Én úgy mondanám, hogy ő meg fog téged látogatni. Ez a terve. Mivel itt egy bot van, te vagy az egyetlen hölgy az ő életében. Bízhatsz benne. Most megtekintjük azt, hogy hova fekteti be az energiáját, vagy hogy éli a férfiasságát, ezt mutatja a következő kártya. A képen látható 8-as szám utal egy húzavonára. Amikor úgy gondolja, vagy te gondolod, úgy tegyem, vagy ne tegyem, nem tudom, hogyan tovább, ez kivált bizonytalanságokat. Ehhez neki nincs kedve, ezt
ő le akarja zárni. Nem a kapcsolatot veled, hanem ezt a húzavonát. A képeknek szimbolikus jelentése van. Itt egy hölgy látható, de mutatja az ő tartását. Ő befele fordul, elgondolkozik az eseményeken, a jövőn tervez valamit, és ez erősíti őt belülről. Neki erre most szüksége van, erre a nyugalomra. Most megtekintjük azt, mi hoz szerencsét számotokra. A kérdést úgy is fogalmazhattam volna, hogy lesz-e köztetek szerencse, igen vagy nem. Az itt látható csillagok arra utalnak, igen, lesz szerencse. És most felteszem a kérdést, mi hoz szerencsét számotokra. A csillagképekben le van írva ez a szerelem, tehát nem véletlen. A sors utatok kereszteződött. Ami még segít számotokra, azt mutatja a két korsó. Az egyik arany, az jelenti a napot, a gondolatokat, a másik pedig ezüst, az utal a holdra és az érzelmekre. Az egyik az egy férfias energia, a nap energiája, a másik pedig egy nőies energia, az a hold energiája, és itt megvan a harmónia kettőtök között. Mély érzelmekről van szó. És most megtekintjük azt, hogy mi az, amit tanulnotok kell ennél a kapcsolatnál. Mit tudtok javítani? Ez a király mindkettőtökre utal. Ő uralkodik a levegő eleme felett. Az utal könnyűségekre, néha játszadozásra és kommunikációra. A kezében van ez a kard, és ezzel elvágja a félelmeket. Át kell tenni magatokat a félelmeken, a bizonytalanságokon, és a szavaitokra ügyelni, hogy ne bántson meg ő téged, de te se bántsd meg őt. Most megtekintjük a változásokat, és azt mutatja a következő kártya. Itt ezen a képen a kelyhek láthatóak. Utalnak az érzelmekre. Te szereted őt, ő szeret téged. Viszont a 9-es szám jelent korlátozásokat. Az lehet most emiatt a koronavírus miatt, de utalhat bizonytalanságokra is, amikor nem meritek kimutatni az érzelmeket. Ezen át kell tenni magatokat, és akkor jöhet a 10-es szám a 9-es után, ami egy új kezdetre utal. Egy új periódus kezdődik nálatok, és ez lesz, ez a nagy változás. A következő kép mutatja az ő terveit. Ezen a képen láthatóak az érmék. Utalnak az anyagiakra, amit ő rendbe szeretne tenni. De az érmék jelentik a belső értékeket is. Mindaz, ami értékes számára, azt szeretné birtokba venni. Ezen a képen láthatjuk a rendet. Ő mindent rendbe akar tenni, az anyagiakat, a párkapcsolatot, az értékeket, ezeket a dolgokat rendezni. Az arany érmék jelentik a föld elemét, és ezek reális dolgok. Akkor, ha ő érzelmekről beszél, az ő terveiről, vágyairól, álmairól, ezek nem csak álmok, vagy tervek, vagy gondolatok, hanem ő ezt meg szeretné valósítani.
és ő neked tudja ezt nyújtani, az anyagi biztonságot is. És a következő kártya azt jelenti, hogy mi lesz a jövőben, vagy mi ad számotokra erőt. Ő kezébe veszi ezt az aranykehelyt, és lesz mozgás, pörögnek az események. Ő jönni fog, és meglátogat téged, és ennél a személyes találkozásnál tervezhetitek a jövőt. Ő átnyújtja számodra ezt az aranykejhet, ami az ő érzelmeire utal, és ő azt kívánja, hogy te ezt elfogadd. Ha kicsit bizonytalan vagy a jövő miatt, azt nyugodtan mondhatod neki, de ne fuss el az érzelmeid elől, hanem ha te is szereted őt, akkor add meg számára ezt a lehetőséget, mert ez nyújt számára erőt. Te adsz neki erőt. Te ezt tőle is megkapod. Kedves Miradá, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!